Itt a reggeli. Ébresztő a civil rádióban 7-től 9-ig. Egyre jobban felgyorsult a civilek elleni kormányzati gőzhenger. Az új civil törvény tervezetét megismertük, és erről ugye a múlt héten is már beszélgettünk. Nyilvánvaló, hogy az új szabályozás valóban legmarkánsabban azt célozza meg, hogy megbélyegezzen és kirekesszen. Mostanra például úgy tűnik, hogy az EU-s támogatásokat is be kell majd vallani a bíróság felé, csak akkor nem kellene így tenni, ha a támogatás egy magyar költségvetési szerven keresztül érkezne a támogatotthoz. Tegnap ugye a Hősök terén, és utána a városba több helyen civil szervezetek és szimpatizánsok gyűltek össze, részben a törvénytervezet és a támadások ellen, részben, mert azt gondolom, hogy ez már egy kicsit több is volt ennél, meg a CEU törvény elleni szimpatia tüntetésnél. De akkor nézzük, hogy pontosan tényleg mi történt tegnap. Köszöntöm a telefonvonalban Merényi M. Miklóst, a K-Monitor újságíróját. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, hogy lehet értékelni a tegnapi eseményeket? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hangulatú tüntetés volt. Én is ott voltam, azt is láttam, hogy ti is ott voltatok. Nagyon-nagyon sok civil szervezet csatlakozott ehhez. Nagyon-nagyon sok civil szervezet szólalt fel, vett részt a szervezésben. Ott voltak a logóink is. Ennél többet szerintem a civilektől, akiknek bizonyos alapvető értékeik vannak, mint az erőszakmentesség, mint a függetlenség, szerintem nem lehet várni. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki azt várja a civilektől, hogy mondjuk a mostani tüntetéseknek az irányát megszabja, akkor téved. Szerintem a civileknek a civilek tulajdonképpen az az érték, amiért ezek a tüntetések vannak. A civilek megvédése az szerintem például egy nagyon jó cél. Uh-huh. És ugyanis amit mi csinálunk, az akármennyire is próbálja a kormány ránk sütni, hogy direkt politizálunk, nem. Tehát alapvetően ezek a szervezetek, akik mondjuk aláírták ezt a nyílt levelet, vagy csatlakoztak ez a tüntetéshez, ők tulajdonképpen egy olyan közegnek az alakításában vesznek részt, amelyikben egyébként lehet és érdemes politizálni, de azt gondolni, hogy ezek a szervezetek azok, akik közvetlenül befolyásolják mondjuk a tüntetéssel résztvevőknek a viselkedését, vagy a politikai, nem tudom, állásfoglalásait, vagy a pártos állásfoglalásait, mert ez nem igaz. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a médiának van talán nagyobb jelentősége azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak, vagy mit tesznek a tüntetők. Az viszont, hogy tegnap ilyen sokan eljöttek a Hősök terére. És tegyük hozzá, hogy ugye nem csak Budapesten voltak demonstrációk, hanem vidéken is, bár azok nem voltak. Sőt, vagy hát igen. És ez is egy nagyon örömteli dolog, tehát erről is beszélt az Árítók Nóra. Egyébként engem nagyon megérintett az, hogy ugye az összefüggésben ezzel a törvénnyel a saját működésüket és azokat a nehézségeket, amikkel egy civil szervezet vidéken szembesül. Szóval én azt gondolom, hogy ez valóban erőt mutatott, ez a tegnapi tüntetés, és azt is megmutatta, hogy azzal a kormány nem számolhat, hogy ezek a szervezetek, ezek majd mondjuk így cserbe hagyják egymást, és az, akire mondjuk ez a törvény nem vonatkozik, az majd nem szólal fel a másik szemben. Igen. Az érdekében. Milyen hatása lehet a dolognak? Ugye a CEU ügyben valóban minthogyha elkezdődött volna egy visszatáncolás. Egyértelműen igen, és szerintem a civil minden a demokráciának mindenféle fokmérője és mércéje az tartalmaz egy olyan mutatót, hogy a civil szervezeteknek mekkora szabadsága van, vagy hogy a civil szervezeteket próbálják-e ilyenféle autoritár módszerekkel regulázni, és ezért szerintem azok a nemzetközi szervezetek vagy államok, akik egyébként a CEU ügyben is
nem tudom, ha igazából hatást gyakorolhattak a kormánynak a viselkedésére, azok szerintem egyébként a magyar demokrácia tekintetében a civilek elleni támadásokban is valószínűleg elég hasonló álláspontot foglalnak el, ezért nem gondolom azt, hogy ez a törvény ez egyébként ne jutna ugyanarra sohasra, mint mondjuk a CEU elleni ilyen támadás. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez ebben a formában, és ezt erősíti meg a nagyobb civil szervezetek, az a Helsinki álláspontja, amit tegnap lehetett olvasni, az Indexen volt velük egy interjú, és ők is azt mondják, hogy ez a törvényjavaslat ez nem vita alap. Tehát ezzel nem érdemes foglalkozni részleteiben, hogy ez most hogy szabályoz, hány millió forint, ez a szemétre való. Én nem gondolom azt, hogy most a civileknek abba kéne beleállnia, hogy most ezt kijavítgatni, vagy nem tudom értékelni ezt a javaslatot, vagy értékelni ezt a helyzetet. Szerintem, és erre egy jó alapot jelent az, hogy ezt ennyien elutasították tegnap. Igen. Van-e arra már valamilyen pontos adat vagy felmérés, hogy mégis ha megszavazzák ezt a civil törvényt, akkor hány civil szervezet bélyegezhet meg ezzel a kormány? Őszintén ilyen adatom nekem nincsen, vagy ilyen adatot én nem olvastam, azonban ugye én is találkozok a különböző civil szervezeteknek az anyagaival, írásaival, amikre ugye fel kellene tüntetni, hogy ezek ugye külföldről támogatott szervezetek, és hát rettenetesen sok ilyen van. Tegnap futottam bele egy olyan kedves ábrába, ami arról szól, hogy mit kell tenni, hogyha valaki fiókát talál, és ezt a Magyar Madártani Egyesület adta ki, és hát olyan, hogy föl is tüntetik egyébként az ábrán azokat a támogató szervezeteket, akik ezt a tevékenységüket támogatják. Olyan dolgokról van szó, mint a Bird Life International, hát ők valószínűleg ugye külföldi donorok. Igen. És ugye a Magyar Madártani Egyesület meg egy egyesület, tehát hogyha én jól értelmezem a törvényt, akkor erre az anyagra, erre a fiókákról szóló anyagra is fel kell majd tüntetni azt, hogy ez egy külföldről támogatott szervezet. Na, hogyha a Magyar Madártani Egyesület is beleesik ebbe a kategóriába, amiben egyébként a K-Monitor vagy nem tudom, sokat emlegetett szervezetek is belesnek, akkor én azt gondolom, hogy itt azért több ezer szervezetről beszélhetünk. És azért nem, egyrészt azért nem elemezném túl ezt a helyzetet, mert amint az imént elmondtam, szerintem ez így ebben a formában azért valószínűleg nem kerül elfogadásra. Legalábbis ebben bízom. És ez lett volna pont a következő kérdés, de akkor ezt már ezt is megtudtuk. és a másik dolog pedig az, hogy szerintem tehát ebben a formában nem is alkalmas arra a célra, tehát ez inkább nagyobb zavart keltene a fejekben, mint sem ködöt oszlatna. Arra gondolok, hogy nyilván a kormány ez tehát mindig 60 szervezetről beszél, akik itt külföldről próbálják a magyar embereket befolyásolni. Na most ez a törvény ez egyetemen nem erre a 60 szervezet lő, tehát hogyha ha nem 60, hanem mondjuk 1000 szervezet kénytelen feltüntetni. Igen. Amit egyébként szerintem nem tennének meg, vagy ebben nem vagyok teljesen biztos, bár nyilván vannak retorziók is, de hogyha ez nem 60, hanem 1000 szervezet nek kéne ezt megtennie, hát az elég nagy kavart okozni, tehát igazából a törvény ez inkább lenne negatív hatású az ő számukra, mint sem, hogy sikeres és megbélyező. Világos. Köszönöm szépen a beszélgetést, egy hét múlva folytatjuk. Merényi Hemmikóst, a K-Monitor újságíróját hallottuk. További jó munkát! Viszont! Viszontlátásra!